Na, szávasztok! Sanyi bátyátok pakkor kapott. Aztán nézem, már 6 perc van még a lejárati idejéből. Úgy látom, megint törölni velem a magáján. Vej Rudi csatorna küldött nekem egy csomagot. Kibontom gyors. Már mondta egyébként, amikor küldtem neki, én is volt az a csiliki hívós téma. Aztán mondta, hogy náluk nem lehetett kapni ilyen cuccot. Aztán ugye én meg gyorsan elmentem, vettem egyet, ott elpostáztam. Mondom, hogy... Aztán mondta, hogy meghálálja egy csomag. Csomagossal. Na, benne van egy csomó papír. Nem olvasom fel, jó hosszú. Igen, üdvözlettel, Rudi, vagy Valszulóf. Jó. Látjátok, milyen izé? Ilyen hosszú. Most azt nincs kedvem fel, hogy melegen van. Üdvözöl, meg köszönt, meg izé. Van benne papír. Tudjátok, papíros, már látok. A törés. Ha nézz oda. Gyerekig. Azóta se vettem még ilyet, pedig már készültem rá, amúgy. Ezt a nagy piklis chili sauce-t, ez a Chimax-nak van ilyen nagy piklis chili sauce-a. Erős csípős chili sauce. Összetevők chili 66,6%. Hát meg a többi. Hű, komám, jó nagy. Nincsen vége, uff. Vannak itten még. Öreg komámnak a bicskája. Jaj, ilyen elfordítós. Csicsa. Optinel Carbon. Bükkfonyelő. Na, ez durva. Ez a megoldás téma, nézzük. Ez nagyon tetszik. Ilyen kis finom, kis igazi kis kajálós. Jó, ezeket kigondolom. Vagy inkább kiveszem a cuccokat. A süllő mágnes. A horgász. Hey. Baszki. Ez nagyon komoly. Hát aki ért hozzá. Ez nagyon tetszik. Általában amúgy, hogyha felgetek én is ilyesmikkel, ilyesmi állásúakkal. Nyomatom. De még van itt egy Vityok úrnak sok szeretettel. Hát ezt kibontjuk, vagy csak Vityok úrnak van. Hát biztos csak valami kaja lehet, amúgy nem. Nem, tehát én nem biztos. Milyen jó be. Megmutatom nektek közelebbre. Egy Mari kutyakex. Biztos fog neki örülni. Srácsálós.
Na. Hát köszönöm szépen az ajándékokat. Tetszik a bicska, amúgy. Szeretem a bicskákat, hát nyilván tudjátok. Nem is találkoztam még ezzel a fajta záró témával. Biztos az is olyan szénkarbonos, már hogy sötétes. Nem ez a fényesre. Jó kis kezes. Jó, mindent láttatok akkor. Köszönöm szépen, Rudi, a csomagot. Jaj! Na, sziasztok, gondoltam megosztom veletek. Majd lesz a kóstolásról is.